Generációváltás. Ez volt a legtöbbet elhangzó fogalom az idei szekszárdi borverseny díjátadóján. És ez nem csak azt jelenti, hogy a borászatokban a fiatalok átvették a stafétát, de azt is, hogy olyan termelők és fiatal borászok is megjelennek termékeikkel, és érnek el kimagasló eredményt, akiről eddig alig-alig beszélt a szakma. Mindez nagyon jó tesz a borvidéknek és a borversenyeknek is. Vesztergombi Csaba, a szervezőbizottság elnöke azt mondta, nagyon szigorúak voltak a borbírálók, ennek megfelelően az ezüstérmek értéke is nagyon magas, és jelzi, hogy egy adott bor egy-két év múlva akár aranyat is érhet. Egy szigorú borverseny az egy motiváló erő lehet egy borász szempontjából is, hogy a legjobb borát, a legjobb módon próbálja meg elkészíteni a borát, és a legjobb borát próbálja meg benevezni a borversenyre. A szigorúság az nem abból áll, hogy tudatosan lehúzzunk mondjuk borokat, hanem próbáljuk fölemelni a jókat. Elsősorban én itt erre gondolnék. A minták száma a tavalyi évhez képest nőtt, a nevezőknek a száma is, tehát ezzel mindenképpen elégedettek lehetünk, és hát az aranyérmek száma is több volt, a nagy aranyérmek száma is, minden tekintetben, számok tekintetében túlszárnyaltuk a tavalyi évet, hogyha innen nézzük, akkor mindenképpen elégedettek lehetünk. Nyilván én is jobban örülnék, hogyha egy picit több minta érkezett volna be, de ez, ami 238 darab mintát bíráltunk el idén, ez a normál átlag mennyiségnek tekinthető. Az, hogy idén több volt a nevező, egy kitartó és hosszú évek óta tartó munka eredménye, mondta Bősz Adrián, a hegyközség elnöke. Láthatóan visszatérőben van az a tendencia, mely a szekszárdi borversenyek korábbi szakaszát is jellemezte, hogy a kisebb termelők is megjelennek a termékekkel, ami azt jelenti, hogy egyre jobb borokat tudnak előállítani, amivel versenyképessé válnak az ismert csúcstermelőkkel szemben. Azt kell mondjam, hogy a szekszárdi borverseny most már egy picit talán zömökebbé kezd válni, tehát tényleg van egy komoly verseny, az élpincészetek és a kistermelők között a technikai különbségek egy kicsit csökkennek, és innentől kezdve hálainknak a borok versenyeznek, nem pedig csak a technika. Illetve van ennek még egy hozadéka, hogy a borvidéken, ugye, amit a korábbi köszöntőknél is elhangzott, hogy azért egy generációváltáson esünk át. Ez ugye nagyjából két részre bontható. Vannak fiatal termelők, akik kedvet kaptak, és kellő kitartással rendelkeznek, és elkezdtek borászkodni a borvidéken, kitűnő borokkal jelennek meg. Illetve magánál a nagy neves pincéknél is, hogy az idősebb generáció noha ugyanúgy aktív, és ugyanúgy ott van a napi életben, de próbál teret engedni a fiaiknak, lányaiknak, és ezért nagyon jó látni azt, hogy a nagy borászatoknál is egyre több a családban a fiatal, aki foglalkozik ezzel, és ez azért is különösen jó, mert a szülőknek az évtizedes munkája nem útbe esik, nem eladásra kerülnek a birtokok, hanem családon belül folytatódik tovább a bortermelés, borkészítés. Az aranyérmek azok nagyon-nagyon jó dolgok, de itt annyira szoros a borverseny, hogy egy ezüstérem néha egy-egy ponttal marad csak el az aranyérmes boroktól, tehát kvázi, még ha pontszám alapján éppen ez is kategóriába is tartozik, minőségben nagyon-nagyon közel van az élmezőnyhöz, és lehet, hogy az érleléssel vagy másik versenyen pedig pont fordul ez a kocka, és ugyanúgy aranyérmessé válnak ezek a borok, úgyhogy úgy gondolom, hogy itt mindkét kategóriát nagyon komolyan kell venni a szekszárdi borvidéken. A bírálóbizottság 6 nagy arany, 48 arany és 17 ezüstérmet osztott ki. A Szentgyörgy napi borverseny ad alkalmat arra is, hogy kiválasszák az idei esztendő szekszárdváros borát. 2019-ben a Prantner pince 2017-es bikavére lett. Van generációváltás, tehát a fiatalok nem dolgoznak a pincészetbe, sőt egyre aktívabbak, de azért még lehet, hogy jó az öreg a háznál, tehát címszó alatt azért összedolgozunk. Ilyen elismerést még nem kaptunk, hogy városban lettünk volna. Én remélem, hogy ez egy sokat jelentő díj lesz. Erről azért beszélnek Szekszárdon, hogy ki a városbora, és örülünk neki nagyon. Ad egy lökést? Nem tudjuk, majd meglátjuk, remélem. Ácsizsi Szekszárd polgármestere arról szólt, nagyon fontos az alap, amelyet az idős generáció lerakott, és amire a fiatalok most építeni tudnak.
De jön egy új fogyasztói korosztály is, akivel a hangot a feltörekvő borász nemzedék jobban érti. Ugyanakkor tette hozzá az, hogy a szekszárdi borverseny rangja emelkedőben van a szakmában, jót tesz a borvidéknek és a város elismertségének is. Nagyon komoly kihívás előtt állunk most. A fiatal generációnak a jövő vonatkozásában majd komoly és súlyos döntéseket kell meghozni. Annak érdekében, hogy a borvidéknek az a nívója, színvonal, amelyet az elmúlt 30 évben kialakított magának, az meg tudjon maradni. Hiszen az a fajta fogyasztói kör, amely mondjuk a szekszárdi borok iránt érdeklődik és fiatalodik folyamatosan. Én azt gondolom, ebből a szempontból mindenképpen előnyt jelent majd, hogy a fiatalabb borászok az ő igényeiket talán jobban megismerve fogják tudni teljesíteni a piac elvárásait. Természetesen nem kell mindenben megfelelni, hiszen mi piacot tudunk diktálni a magas minőségi borainkat, de azt gondolom mindenféleképpen a kereset-kínálat egyensúlyát meg kell teremteni. Ebben a fiatalok előnyben lesznek az idősebb generációval szemben. Ami viszont szintén nagyon fontos, és előbb beszéltem, hogy itt a jövőbeni telepítések és a szőlők telepítése szempontjából például nem mehetünk el a globális felmelegedés mellett. Tehát nagyon komoly döntéseket kell hozni abban a kérdésben is, hogy mondjuk ha telepítünk, akkor milyen fajtákat? Mik azok a fajták, amelyek 15-20-30 év múlva, hiszen itt hosszú távon kell gondolkodni, és ki fogják szolgálni majd a borvidéket, és fent tudják tartani a boroknak a magas minőségét és a színvonalát. Maga a borvidék nem olyan hatalmas Európában van, vagy a világban, hogy elmehessünk amellett, hogy van egy város, amely megtestesíti ezt a borvidéket, és ennek a nevét, a szekszárd nevet sokkal jobban ki kellene használni. Én azt gondolom, hogy ha a szekszárd nevet el tudjuk ültetni, el tudjuk plantálni a piacon megfelelő mélységben, akkor utána nyilván szekszárd neve összekapcsolódik a borral, hiszen a szlogenünk is szekszárd több, mint jó bor szlogen volt 2018-ra, de hogyha ezt el tudjuk megfelelően ültetni, és összekapcsolódjuk a magas minőségű borokkal, ebből mindenkinek előnye származhat, tehát a város is, természetesen a borászatok, természetesen a szekszárdi borok, ebből mindenféleképpen még plusz előnyöket tudnak szeltenni, és plusz piacokat tudnak megszerezni és meghordítani. A 2019 évi borverseny legjobb vörös borát a Síber, legjobb bikavérét a Mészáros, legjobb fehér borát a Lajvér, legjobb kadatkáját az Esterbauer, legjobb Cabernet Sauvignonját a Bodri, a legjobb Cabernet Franc-ját a Takler borászat termelte. A legeredményesebb pincészet a Fritz Borbirtok lett.